Kerub sorozat 16. előadás. Démoni befolyás. Jézus első nyilvános kafarnaumi fellépéséhez nevezetes esemény fűződik. Egy démonizált félbeszakítja. Idézem szó szerint Márk evangéliumának első fejezetéből a 23-tól a 26. versekig. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott fel, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus megparancsolta neki, némulj el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Idézet bezárva. Azon túl, hogy itt szemlélhetjük Jézus prófétai fellépésének egyik lényeges elemét, a gonosz lelkek kiűzését, két nyelvi megjegyzést szeretnék fűzni ehhez a bibliai szöveghez. Először, az ember a tisztátalan lélek hatalmában, a görög szövegben, anthropos en pneumati akatharto. Ember tisztátalan lélekben. Vagyis az ember van a démonban. Másodszor, a menj ki belőle viszont, a görögben is, exelthe ex autu, azaz menj ki belőle. Vagyis a démon van az emberben. Ezek szerint a bibliai nyelv nem egészen következetes annak a viszonynak a kifejezésében, ami az ember és a tisztátalan lélek között van. Hol kívülre képzeli a démont és belülre az ember, hol pedig belülre a démont és kívülre az ember. Ez azért fontos, mert világossá teszi, hogy nem térbeli viszonyról van szó. A szellem és az anyag érintkezése nem érzékelhető, nem helyezhető el a tér koordinátáiban. Nem arról van szó, mintha a démont ugyanúgy tartalmazná az ember teste, mint mondjuk egy lenyelt tablettát vagy a beszívott dohányfüstöt. A szellemi lény, sajátos mi volt a szerint, nem térbeli, nem helyhez kötött. Ha azt állítjuk róla, hogy valahol van, ez mindig csupán azt jelentheti, hogy a tér bizonyos részén tevékenységet fejt ki. A szerencsétlen ember tehát alá van vetve a démoni szellem tevékenységének, működik benne a démon. Legyünk ezért óvatosak a magyar nyelvnek azzal a kifejezésével, hogy valakiben démon van. Nem arról van szó, hogy rossz a kifejezés, hiszen a szellemről mindig csak az anyagi világból merített analógiákkal tudunk beszélni, de az ember fantáziáját ez nem kívánatos képekkel terhelheti. Ijedezést válthat ki. Különösen, ha szabadjára engedjük képzelőerőnket, és így beszélünk, démonok vannak benned, és most a szájadon keresztül ki fognak jönni belőled. Van ebben realitás is. Tapasztalati tény, hogy a démonok eltávozását gyakran kíséri csuklás, öklendezés, hányás. De fölösleges a fantáziát megterhelni olyan képekkel, amelyek a démont, mint valami óriási denevérszárnyú galantférget ábrázolják, amely ott van az ember belsejében. Talán szerencsésebb azt mondani valakiről, démoni befolyás alatt áll. Az Exorcizmus egyházi szertartás könyve gyakran nevezi így a démontól megszállottat Dexatus, a háborgatott személy. Ez igen szerencsés, óvatos, tapintatos kifejezés. A démoni befolyás természetesen különböző fokú lehet, és egyáltalán nem mindegy, milyen fokozatról van szó, mennyire tartja hatalmában a gonosz lélek a megtámadott személyt. Jézus hatalma azonban bármelyik szinten győztesen tud beavatkozni. A démonok kiűzésének elbeszélése annak a győztes szabadságharcnak bemutatásához tartozik, amelyet Isten országa a sátán rémuralma ellen vív. A gonosz lelkek befolyásának ilyen megszüntetését
magyarul ördögűzésnek, latinul exorcizmusnak nevezzük. A katolikus egyházban az exorcizmus szentelmény, amelynek végzése külön püspöki engedéllyel rendelkező áldozó papoknak van fenntartva. Ezért a félreértések elkerülésére, amikor egyszerű imádságot végzünk a háborgatott személy szabadulásáért, nem exorcizmusról, hanem szabadító imáról szoktunk beszélni. Ilyen van az Úr imájában is, szabadíts meg a gonosztól. A lélek mélye, ahol a szabad elhatározások születnek, nem megközelíthető a démonok számára, csupán a test és lélek határterületén a pszichén keresztül próbálhatják befolyásolni. Egyedül a halálos bűn helyezi az emberi szemét mindenestül a sátán hatalma alá. Legtöbb célja ezért az, hogy halálos bűnbe vigyen bennünket, amely Isten elveszítéséhez, örök kárhozathoz vezet. De igyekszik egyéb módokon is ártani, ott támad, ahol csak tud. A bűnön kívül a sátán és a démonok minden egyéb befolyása kizárólag a testre, vagy a pszichére terjedhet ki. Fokozata szerint hármas lehet. Az első fokozatban a démonnak nincs hatalma az ember fölött, de megpróbálja megszerezni. Ez a démoni támadás, latin kifejezéssel circumcessio ostrom, esetleg circuminsessiónak mondják. A második fokozat, a démon már valamilyen hatalmat gyakorol az ember fölött, de az ember személyisége még nem szorul háttérbe. Ez a démoni behatolás, obrekció, szó szerint az obrekció odakúszást, odacsúszást jelent. A harmadik fokozat aztán, mikor a démon olyan erős hatalmat gyakorol az ember fölött, hogy az ember személyisége háttérbe szorul a démoni személyiség mögött. Ez a démoni megszállás, obszesszió. Mind a három fokozatnak van két változata. A démoni támadás lehet fizikai vagy pszichikai. A fizikai a zaklatástól a bántalmazásig terjedhet. A pszichikai lehet kísértés a rosszra, vagy ellenállás a jónak. A démoni behatolás, mikor már a démon valami hatalmat nyert az ember fölött, szintén lehet fizikai vagy pszichikai. Fizikai a démon fáradtságot, tüneteket, betegséget idézhet elő a testben. Pszichikai a démon a psziché valamelyik területén olyan erős kísértést vagy ellenállást okoz, amely a befolyásolt személy ellenálló képességét vagy teljesítő képességét korlátozza, de csak olyan mértékben, hogy azért annak saját személyisége még érvényesülni tud. Most a harmadik, a démoni megszállás, ez a legsúlyosabb eset, ez mindig eléri a pszichét, de befolyásolja a testet is. Ez lehet elnyomás, opresszió, amelyben a megszállott személy és a megszálló démon felváltva érvényesül. Tehát mintegy két személyisége van az illetőnek, időnként rohamok jönnek rá, és akkor a démont mutatja, máskor normálisan viselkedik, és akkor önmagát mutatja. Ez az elnyomás, opresszió. A másik, a legsúlyosabb, a birtokbavétel, posszesszió. Ilyenkor az eredeti személyiség állandó jelleggel háttérbe szorul a démoni személyiség mögött. Világosan meg kell mondani, miután ezt a felosztást ismertettem, hogy nincs általánosan elfogadott terminológia, nincs olyan terminológia sem, amely mindenben teljesen egyértelmű volna. Eltérő szóhasználatok is forgalomban vannak, sőt ugyanaz a kifejezés néha különböző jelentést hordoz, meg kell tehát néznünk, hogy ki használja és honnan meríti a felosztást. Nem is lehetséges teljesen következetes és szabatos terminológiát alkotni, hiszen a különböző démoni befolyások bizonyos fokig átfedhetik egymást. Feltűnhet továbbá az olvasónak,
hogy nem használom a felosztásban a démoni kötelék, megkötözöttség kifejezést. Ez Lukács evangéliumának 13. fejezet 16. verséből származik, és sokszor szerepel az irodalomban. Igen, erőteljes és alkalmas szó, csak hogy átfogó jelentésű, a behatolás és a megszállás valamennyi formájára erőltetés nélkül alkalmazható. Ezért önkényesség volna egyetlen típusra lefoglalni. Egyedül a puszta támadás az, ami még nem nevezhető köteléknek. Amikor a démonnak nincs hatalma az ember fölött, most ezt az első esetet vesszük, nincs hatalma, de megpróbál hatalomhoz jutni az ember fölött. Ilyenkor beszélünk démoni támadásról, cirkumszesszióról, ostromról. Ez lehet fizikai vagy pszichikai. A démoni támadás fizikai formája ismét lehet zaklatás, amelyel a démon bosszantja és fenyegeti az embert, de nem okoz neki tényleges ártalmat. És lehet bántalmazás, amelyel a démon fizikai ártalmat okoz az embernek. Mielőtt ezekről tovább beszélnénk, lényeges megjegyezni, hogy a démoni támadás fizikai formái viszonylag ritkák. Körösleges félelmekkel, fantáziákkal ne gyötörjük magunkat. Másrészt azonban, ha belátjuk, hogy az anyag eszmeileg meghatározott valóság, amelyre a szellemi lények eszmei hatáskörükben fizikai befolyást gyakorolhatnak, igenis el kell fogadnunk, hogy a gonosz szellemek materiális jelenségeket okozhatnak. Nem kell ezeket mindenestül a képzelődés területére utalnunk. A szellemi lények egyébként képzeletünkre hatva is okozhatnak ugyanolyan észleléseket, mint a fizikai jelenségeket érzékelnénk. A démoni zaklatásra jó példa az Árszi plébános teljesen hiteles élménye. Biannei Szent János, aki 1786-ban született, és 1859-ben halt meg, 1824-ben éjszaka úgy hallotta, hogy ágya függönyeit szaggatják. Rákcsálókra gyanakodva vasvillát állított ágya mellé, de nem tudta se megpillantani, se elijeszteni az öreg okozóját. Újra meg újra ismétlődött a zavaró zaj heteken keresztül, ugyanakkor a függönyök épek maradtak. Aztán egy éjszaka az udvarról hallott zaj, mintha az ajtaját vernék és csapatban lármáznának. Tolvajok, Biannei bátran kiment, de nem látott senkit. Megkérte a fiatal bognármestert, André Versert, hogy a következő éjszaka aludjék a plébánián. Verser töltött puskával érkezett. Éjjel egy óra tájban úgy hallotta, mint az udvarra nyíló ajtót erősen rázni kezdené valaki. Hatalmas csattanás hangzott az ajtón. Bent a plébánián belül pedig félelmetes lárma kezdődött, olyan, mint a mennydörgés. Verser puskával a kézben kinézett az ablakon, senki sem járt ott. A ház remegni kezdett, a bognár is. Később elmondta, hogy még egy hétig érezte a remegést a lábában. Biannei gyertyával a kezében jött át Verserhez. Hallotta? Azért keltem föl. Itt a puskám. A mennydörgő zaj folytatódott. A ház megingott, mint a földrengésben. Fél? Kérdezte a plébán. Nem félek, de a lábam fölvonja a szolgálat, és mintha ránk dőlne a ház. Később Biannei nevetve mesélte. Az én szegény Verserem puskával a kezében reszketett, mint a gyárfa levél. Azt sem tudta, hogy puska van a kezében. Mit gondol, mi ez? Kérdezte a bognát. Azt hiszem, az ördög. Másnap, mikor Viannei hasonló szolgálatra hívta, Verser kereken kijelentette, plébános úr, nekem ebből elegem volt. Viannei új testőröket hívott, de rá kellett ébrednie, hogy azok nem hallják az ajt. Az első éjszaka Isten megengedte, hogy a puskás vendég is hallja, és így később tanúskodjék róla. Lassan azonban a plébánosnak be kellett látnia, hogy semmit sem segítenek rajta a fegyveres vigyázók. Lemondott róluk.
megbizonyosodott róla, hogy a kísértővel áll szemben, és a szellemi harc fegyvereihez folyamodott. Istenhez fordulok, keresztet vetek, a sátánt pedig nyíltan megvetem, mondta gyóntatója érdeklődésére. Később már örült is, ha fickó lármázott, mert ez többnyire olyankor történt, amikor másnap nagy bűnös tért meg viennei gyóntató székében. Haragszik, annál jobb, holnap nagy halat fogunk. A csatát megnyerte, 1855-ig tartottak a démoni zaklatások viennei Szent Jánosnál, de élete utolsó 4 évében békében hagyta őt a gonosz. A démoni zaklatás, ha nem ijedünk meg tőle, voltaképpen egyáltalán nem veszélyes. Az ijedezés és fantáziálás sokkal ártalmasabb. Maga az arciplébános gazdag érzelemvilágú, de teljesen hűvös ítéletű és egészséges idegrendszerű fegyelmezett ember volt, paraszti szülők fizikai munkán felnőtt gyermeke, akitől távol állott a beteges képzelődés. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy más, kevésbé józan személyek könnyen lehetnek démonhisztéria áldozatává, ezért hasonló beszámolóikat kellő fenntartással kell fogadnunk. Ha egy házban titokzatos módon tárgyak repülnek, bútorok dőlnek, csillárok lengenek, ez származhat démoni erőktől, magam is ismerek ilyen esetet, de azért érdemes megvizsgálnunk a szobát. Nincsenek-e ott a berendezési tárgyakon a rájuk kötött és idejében levágott vékony átlátszó fonalak végződései, és érdemes megvizsgálnunk a családot, hogy nem feltételezhető-e valamelyik szeméről a manipuláció. Ha a rejtelmes poltergeist alkalmilag levelet ír a nagymamának, ma ne engedd el a Ferit az iskolába, nem is olyan nehéz megtalálnunk a tettest. Olvastam riportot ilyen esetről, és kicsit csodálkoztam a nagymama naívságán. A démoni támadás másik fizikai formája a bántalmazás. Ilyenkor a démon nem csupán bosszantja és fenyegeti az embert, hanem tényleges fizikai ártalmat okoz neki. Itt is mindenkit óva intek az e tárgykörbe vágó képzelődéstől. Ha a baleset ér bennünket, valahol természetesen ott van mögötte az emberiség megrontója, de ez nem azt jelenti, hogy közvetlen démoni behatásról van szó. A démonok által okozott betegségekről máshol szólunk. Nem tartozik ide a megszállottak erőszakoskodása sem, ilyenkor sem közvetlenül a démon, hanem a megszállott ember verekszik, bár a démon kényszeríti rá. Kivételes kegyelmekkel kitüntetett misztikusok esetében azonban Isten próbatételként nem egyszer megengedi, hogy a gonosz lelkek is kivételes eszközökkel gyötörjék választottait, ilyenkor előfordulhat, hogy fizikailag is kínozzák. A svájci Louis Szent Miklós, aki 1417-ben született és 1487-ben halt meg, mielőtt még remete lett, egy alkalommal a Bergmadban lévő Melch völgyben dolgozott egyik fiával. A fiú az állatokat látta el, apja ez alatt a tövis bokrokat akarta kiirtani a réten. Ekkor démon jelent meg, aki Miklós egy nagy tövis bozóton át mély árokba taszította, ahol eszméletlenül hevert. A véletlen lezuhanás ki volt zárva, mert az árok mintegy 30 lépésnyire volt a helytől, ahol Miklós dolgozott. A fiú fölcipelte eszméletlen apját hegyi szállásuk tüze mellé, ott Miklós idővel magához tért, nem volt elkeseredve, bár nagyon összetörte magát. Jól van hát Isten nevében, mondotta. De csúnyán elbánt velem az ördög, hanem úgy látszik, Isten akarta ezt megengedni. Később, remete korában, megtörtént Bruder Klausszal, hogy démoni erők rázták és szinte összedöntötték házikóját. Máskor iszonyú alakban jelent meg neki egy démon, és hajánál fogva vonszolta ki a házból. Klaus bizalma és aszkétai elszántsága e megpróbáltatások közepette
rendíthetetlenül megmaradt. Az alvilág rendkívüli rohamai azonban az ő személyében egy rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott férfit értek. Ő az egyetlen, akiről azt olvastam, hogy már anyja méhében látomása volt, és egyik azoknak, akik teljes bőjtben éltek, a szószoros értelmében minden táplálkozás nélkül, kivéve a Szent Eukarisztiát. Már foglalkoztunk Remete Szent Antal és Kölni Boldog Krisztina élményeivel, Szénai Szent Katalin és Xaveri Szent Ferenc szentélyavatási pörében is olvasunk a démonok részéről történt fizikai bántalmazásokról. A világ Szent Teréz részletesen tárgyalja ezeket önéletrajzában. Videófilmen láttam interjút olyan kapucinus szerzetessel, aki egy kolostorban élt Szent Padre Pióval, és beszámolt róla, milyen csúnyán összevert állapotban látta őt a démonok éjszakai támadása után. Ezeknek az eseteknek a hitelességéhez a legcsekélyebb kétség sem fér. Jól lehet, hangsúlyozni kell rendkívüli és ritka voltukat. Szintén a ritka esetek közé tartozik, amikor a démon nem az ember testét, hanem tulajdonát támadja meg fizikailag. Egyszer egy olasz pap segédkezett egy egzorcizmusban, ahol a démonizált személy ruhái váratlanul kigyulladtak, anélkül, hogy őt magát súlyosabb sérülés érte volna. Néhány nap múltán, Nápolyból Rómába indulva, ez a pap különös fényeket látott kocsia körül. Kiállt egy parkolóba, és akkor hirtelen kigyulladt az autó. A pap kivette a kulcsot, kiugrott és elfutott. Néhány ember gyűlt az égő kocsi köré, akik így kiáltottak, valaki van a kocsiban. Hiszen egyedül voltam benne, bizonygatta a pap. Egyszer csak beindult az égő autó motorja. A kocsi, mint egy mozgó mágia, megindult a benzinkút felé, és erős kénszag terjengett a levegőben. A pap már ismerte ezt a szagot, az exorcizmusból imádkozni kezdett. A kocsi megállt, és egy helyben lángolt tovább, amíg teljesen ki nem égett. Don Gabriele Amort, római exorcista, hangsúlyozza, hogy ez is egészen kivételes eset volt. Vajon okozhatnak-e fizikai ártalmat a szent angyalok is? Frank Peretti egyik regényében, amelynek a címe Áttörés a sötétsége, Isten angyalai úgy oltalmaznak meg valakit, hogy merénylőjét megölik. Humanista beidegződéseink ellenére meg kell állapítanunk, hogy ez bizony teljességgel a bibliai gondolkodás vonalába esik. A Királyok második könyvének 19. fejezetéből idézem a 35. verset, eljött az Úr angyala, s megölt az asszírok táborában 185 000 embert. Ez az idézet. De Isten angyalának tulajdonítja a Szentírás a Dávid király idején pusztító pestist, Sámuel második könyve 24. fejezet, majd az új szövetségben Herodes Agrippa halálát is, Apostolok cselekedetei 12. fejezet. Isten a fizikai rosszat nem akarja önmagáért, de valamilyen jó érdekében gyakran akarja, és akaratának végrehajtásában közre működnek a szent angyalok, másodlagos okként rendszeresen, kivételes esetekben pedig közvetlen okként is. Az angyalok nem mamlasz mesefigurák, hanem a fizikai valóság eszmei meghatározói, Isten félelmetes igazságának szellemi képviselői a teremtésben. Humoros megnyilvánulása ennek római Szent Franciska kapcsolata őrangyalával. Franciska 1384-ben született, és 1440-ben halt meg. Ez a kapcsolat rendkívül bensőséges volt. Az angyal a keresztény tökéletesség felé irányította Franciskát tanácsaival, figyelmeztette, és ha engedetlen talált lenni, többször meg is verte. A jelenlevők nem láttak senkit, de hallották az ütések suhintását.
a rendkívüli jelenség mögött az isteni kegyelem szuverén formagazdagságán kívül valószínűleg olyan személyiségfejlődés áll, amelyben fontos és respektált szerepet játszott a szülői tárca. Saját őrangyalom nem verekedős, és még senki se panaszolta nekem, hogy őrangyala bántalmazná. A férjekkel gyakrabban van baj. Kovács Gábort hallották.